A múlt héten egy különleges helyszínen, egy elég különleges eseményen vettem részt. Meghívást kaptam egy csapatba, amelynek a feladata az volt, hogy egy javítóintézetbe korábban bűncselekményt elkövetett fiatalok számára szabadidős programokat szervezzen. Ezt egy kicsit ilyen tréning gyakorlatok formájában tettük meg, és nagyon érdekes lett a végeredmény ennek a hétnek a végén, amire végül jutottunk. Azt láttuk menet közben is, hogy a fiúk elég jól érzik magukat a különböző probléma megoldó feladatok közben, és azt láttuk, hogy azok a nevelők, akik őket kísérik az egyik állomásra a másikra, ők is bekapcsolódtak, valamilyen módon segítették, támogatták őket abban, hogy ezeket a feladatokat megoldják. A folyamat végén viszont az intézmény vezető helyettese elmondta, hogy ő ugyan nem vett részt ezen a programon folyamatosan, de néha benézett egy-egy feladatot, hogyan oldanak meg a fiatalok, és a tapasztalata szerint ebben a légkörben, amit sikerült megteremteni ezeknek a fiataloknak a feladat megoldások közben, azt látta, hogy olyan készségek és olyan képességek mutatkoztak meg ezekben a fiúkban, amiket ő ezelőtt még nem tapasztalt. Elgondolkodtam ezen, hogy vajon a mi keresztény szolgálatunk milyen jellegű. Általában arra koncentrálunk, hogy mi magunkat, a saját készségeinket, a saját képességeinket tegyük oda Isten elé, és így szolgáljuk az emberiséget, amit jól teszünk. De vajon mennyire része a mi keresztény szolgálatunknak, a mi életünknek az, hogy másokat képessé tegyünk? Másokat olyan helyzetbe hozzunk, másokat úgy lássunk, úgy szeressünk, valahogy próbáljunk az Isten szemével úgy nézni, hogy ők képesek legyenek a változásra. Képesek legyenek arra, hogy előhozzák magukból a legjobbat. Vajon mennyire szerepel ez a mi céljaink között? Érdekes volt tapasztalni azt, hogy ezek a fiúk még talán felnőttek számára is nehéz feladatokban, szinte pillanatok alatt rájöttek egy-egy megoldásra, és megvalósították azokat. Hogy vajon mi az, ami képessé teszi az embert arra, hogy előhozza ezeket a készségeit? Hogyha megnézzük az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus pontosan ezt tette. Ő megpróbálta kihozni az emberekből a legjobbat. Tegyük mi is ezt. Legyünk mi is képességtevőek. Legyen ez a mi szolgálatunknak része olyan módon, hogy erre tudatosan törekszünk.